Kulót László, 50-es Kálovista Márton, 77-es Ceglédi László, 56-os Lagatos Tamás, csapat edzője Pásztor István. Bemutatom lemelé K.K. Hajkán, 1-es számoló kapuban Horváth Máté, 80-as Kölny Norbert, 2-es Kuszti Ambrus, 3-as Zejter Valentin, 4-es Vadkerti Tóth Attila, 9-es Pavelka Zsolt, 11-es Pék Barnabás, 13-as Zejter Dániel, 14-es Zsigmond Dániel, 15-ös Fölgy Ágnes, 17-es Krápic Mátyás, 18-as a csapat kapitánya Dr. Erős Péter, 19-es Tömörs Csaba, 23-as Bajlóci Máté, 26-os Ignász Krisztián, 33-as Sinka Dávid, csapat edzője Bór Tamás. Tisztelettel köszöntöm a játékvezetőket, Kóbor András sportársat és Tasnádi László sportársat. A versenybíró pedig Laskó József. Mindenkinek jó szurkolást, hajra Ajka! Közben Szamba megpróbálja kommentálni a mérkőzésnek. A mérkőzés előtt egy ünnepélyes diáktanulóra kerül sor az elmúlt hazai bajnoki mérkőzésen. Bajnóci Máté megszerezte ezredik bajnoki gólját az Ajka színeiben, ezért a szurkolók nevében a főszurkoló Eiter Rudolf egy kis aprósággal szeretne kedveskedni Máténak, további érzett gólt kívánva, gratulálunk! Köszönöm.
Ki a második fél időre még biztosan kiért érdemes.
Visszaadom a saját szandálat. Tessék? Minden élő van. Szakadozik? Az előtt két is szakadt. Mondjuk most így jó. És varázsa és a kis kémkedésünknek. Tamás nem volt elég szalonképes, de hát nézzük el neki a mérkőzés felében. Yeah.
Pörgess! Kétméteres Bajnóczi Máté készülődik. Gyerünk, Bence! Gólszerző Bajnóczi Máté. Thank you.
Yeah.
És a mai mérkőzésen. Thank you.
Köszönöm
Köszönöm.
kettő percre eddig. Zsoltit viszik a kórházba. Mi az orcs? Szeme. Úgy lepett fel. De mi a labdát a lát el? Nem, a könyvét kell belátni, véletlenül. Súgat. Most köszönjük. Rudi bácsi, nyugodjon meg, mert infarktust kap. 18-án megy szívműtétlen, ott idegen kerül. Kellett kapcsolni.
volt szerintem. Sőt, várjál, stifúl. Hetest kívül. Édes Isten. Most nézzek, szerintem most nézzek. De mi nézlek valami, én is nézem. De most mind a kettő felhívja szerintem. Csak az Szép Milán, jól legyen. Lehet, hogy a Birkózó olimpiát is fogják
Ajtán megvenni az illetközön? Kocka talán most előtt a vezetőnk. A vezetünk egyszer. Másodszor vezetnek, de remélem nem tart sokáig, hogy jön a vezet. Nem kell sokáig tartani. Ez a pillanatban ti is egyenlítettünk rajta. Igen, de a Veszprém már megtanulta, hogy ha elég hangosan kiáltanak, akkor a játékvezető ezt meghallja. Most is az ajtó kiavált. Hú, nyírt már erre a felére is sor. Beszéljetek, Milán! Többször játszani, én megvallom talán. Szóval egyébként ön félig ajtani, ezt tudom. Józsinek a feleség alatt. Így van, elvitt az egyik. Meg nézzük a meccset, látom, te is nagyon izgulsz. Vasárnap is. Nem tudom, amikor abban csinálsz valamit.
Rudi bácsi úgy látszik magához tért. Megvolt a szövetségmedve. Ami hát január 18-án szívműtétre megy, éppen arról beszélgettünk a szövetségmedve. Két perces kiállítása vendégeknél. Ki azt hittem lenyelte a sikot a játékvezető, annyit kitűr. Két perces kiállítás, itt kell el. Lenyelte részt a sikot. Más, mint Bajnóczi Máté. Mi lenne velünk Máté nélkül? Mi történt? Nincsen kapus a kapuba a vendégcsapatnál? Ez életveszélyes. Most kellene labdát szereznünk, hiszen üres a kapu. Jó szerző, én is bejött nekik ez, hogy kihozzák a kapust, hiszen tudtak belőle gólt szerezni. Már úgy látom, most hiába volt kapus a kapuba, mégis betaláltunk. Ilyenek egy matróz mérkör mindenáron a kamerát, ez nem baj? Nem tudom, de valahol közelre akar élesztőjét. Nem értek amúgy, de megkértek, hogy olyan tudják. Megint le akart lehetek. De ezt csináltam múltkor is közelre. Sajnos az internet kapcsolat, mert tréfával nincs, és néha kifogja a prézvetítést. Ilyenkor újra kell indítani. De aki az ajkai szolgálon követ bennünket, az mindig látja az új eseménynek a... Gyerünk valami extra egyszerűséget is, nem egy amit a bulisztalád miatt. Egy kapusra is lesz az a kérdés.
Elhibáztuk, hogy nem vettük észre, hogy üres a kapu, és kaptunk már el egy gólt. Ami akit honnan kell nekünk is felmond? A vége kapját. Így van. És azt is sikerült közben megtudnom itt a mellett a millió szerepes kollégától. Igen, mit mondok el? Te fületben van, Tamás, kivettünk, mert nem volt szalonképes, nem a kompüki előtt közvetítő azért. 80% előtt egy szalonképes, de azért nem felhívta Tamás a figyelmét a játékosainak arra, hogy a Veszprém egy olyan kamikázé taktikát alkalmaz, hogy kihozza a kapust. Tehát figyelmet oda, hogy üres a kapu néha? Erről nem beszélt, hogy ez gondolom egyértelmű. De az előbb is pont ebből kaptunk gólt, hogy nem vették észre, hogy üres a kapu. Eladtuk a labdát, és mi kaptuk a gólt belőle. De miért? Erre a választ nem jelentem. Szóval a srácok az Életakadémiának a növendéke is saját fiát is neveltek. Én a múltkor beszélgettem vele, mert itt volt az a... Megint történt egy baleset, Veszprémbe történt. Aki nem hallotta volna, szünetben beszélgettünk Rudi bácsival. Ez egy csapat időt kérte. Közben időt kérte a hazai csapat. Nem bírta sokáig Tamás, hiszen az előbb volt időkérés, hogy rosszul emlékszem. Na jó, hát akkor nem tudja elmondani Tamás, amit szeretett volna? A következő hazai mérkőzés december 3-án lesz, ahol a készilap talapja keretében 16 órakor az Ácsi Kivizsi csapatát fogadjuk, 18 órakor juniorok mérkőznek, majd jövő vasárnap egész nap U14-es fiai fognak itt mérkőzni a sportcsarnokban, reggeltől várjuk a szurkolókat, utána pedig 16 óra 30 perckor megyei bajnoki mérkőzés,
a Káka Ajka vendége, a Simó tornya lesz. Mindenkit szeretettel várunk. Köszönöm szépen! Na de nem rohanjunk ennyire a jövő hétre. Holnap az ajkai óriásokat a jégpályán itt a szomszédba, illetve egy robuk ünnepe valami eredik lesz. Itt a sportfelmény. Az eredmények is. 21-22 sikerült 3 éve lehetni. Mérkőzés hajrájában vagyunk tehát. A 27. perc kezdődik, 25-22 az eredmény. A KK Ajka csapata a Veszprém csapatát fogadta. Vezet az Ajka. Derekán vagyunk, 22 az eredmény. Azt gondolom, hogy egy szép pörgős játékot láthattunk ma. Te hogy vagy ebben, Szamba? Jó volt a játék.
azt mondja, hogy lövő szándék, nem csak szándék kellene, lőni is kellene, nem? A szándék megvolt, de a Rigó belefütyült. Azt gondolom, hogy innen már nehéz lenne elveszteni. Figyeltél a névre? Éles Benedek. Jó, jegyezd meg ezt a nevet, mert szerintem még sokat tudunk hallani róla. Remélem, így lesz. Akkor mi értelme volt az utolsó 9 másodpercre kiállítani magát? Mindig is megérszem. Köszönjük a szurkolást, köszönjük, hogy velünk voltatok. Köszönjük Szondának, hogy kommentálta az eseményeket. Köszönjük, hogy itt voltak, és köszönjük a szurkolóknak. Jövő vasárnap 16:30-kor lebeli KK-Ajka 2, vezetőedző Szalai Ágosot, a lelátó szembe, Simon Tornya csapatát fogadja. Tegnap este